baj vagy nem baj, az az, hogy az időnket nem tudjuk már elcserélni semmire. Az idő múlik, az idő megy, és hogyha az időnk elmúlik, akkor ne az legyen, hogy úgy nézünk vissza az életünkre az utolsó pillanatunkban, hogy mindig így üldöztünk valamit, kergettünk valamit, és közben meg észre se vettük, hogy mi minden van jelen az életünkben. A mai epizódban a csalóka célokról beszélek. Mik azok a hiány célok? Miért nem szerencsés a jelenből teremteni? Milyen az ördögi körforgás? Önmagunk megtapasztalása? Az időnk nem pótolható. Sziasztok! Én Ákos vagyok, ez pedig itt az Érzelem Sulinak az Instant Podcastje. És az előző részben beszéltem arról, hogy ugye a feladás kapcsán szóba került a hiány célok témája, és ezt akartam egy kicsit jobban kibontani, mert úgy gondoltam, hogy abba az epizódba nem illett volna így bele ebbe a formába, illetve ez egy külön epizódot is megér, hogy erről beszéljünk. És mit is értek hiány célok alatt, és ez nem valami közgazdasági kifejezés akar lenni, hanem tulajdonképpen arról szól, hogy bármilyen célunk is van az életben, és bármilyen célt is kitűzünk az életben, az tulajdonképpen nem szól, nem más, mint egyfajta hiányállapotnak a megtestesítője. Amikor én nekem van egy célom, egy vágyam, vagy valamire vágyom, akkor tulajdonképpen azért hívom hiány célnak, mert nincsen a jelenünkben, és valamit pótolni akarunk vele. És maga a cél, vagy maga az a vágyott valami, amit szeretnénk elérni, az tulajdonképpen csak azt mutatja meg, hogy mi az, ami hiányzik az életünkből egyrészről. Másrészről pedig létre fog hozni egy olyan szakadékot a kettőnk között, ami egy ilyen racionálisan felépített valóságban az lesz, hogy nekem ahhoz, hogy elérem azt a célomat, el kell terveznem a lépéseket, és azokat a lépéseket a jelen helyzetemből fogom eltervezni. És erről már beszéltem sokat, hogy miért is probléma az, hogyha a jelen helyzetünkből teremtünk, hiszen hogyha a jelen állapotomból teremtek valami jövőbeli dolgot, akkor ahhoz idő kell, és nagyon sok energia. És ez nem arról szól, hogy azért, mert most ne lennék erre képes, csak egyszerűen azok a hiedelemrendszerek, amik körbevesznek most, azok a személyiség jegyek, azok a személyiség tulajdonságok, amikkel rendelkezem most, azok azt prognosztizálják, hogy nekem mondjuk nem tudom megszerezni egy házat, vagy bármit, az x évbe telik, vagy mondjuk venni egy új autót, vagy ahhoz, hogy nem tudom, jól nézzek ki, vagy egészségesen táplálkozzak, vagy mit tudom én, mindenkinek vannak ilyen céljai, vagy világkörüli útra menni, bármi, akkor az én valóságomhoz mérten, az én hitrendszerembe ennek van egy időintervallum, hogy ezt mennyi idő alatt tudom én elérni. És ezzel az szokott lenni a probléma, hogy ezt annyira validnak vesszük, hogy ez alapján rendezzük fel az egészet. Tehát a mostani énünk kitalál egy célt, és a mostani énünk által kitalált célnak meghatároz egy időt, meg cselekvés sorozatot, hogy mit is kell ehhez tenni, mit látok a külvilágban, hogy emberek ezt hogyan csinálják. És persze lehet így is teremteni, viszont mi van akkor, és azért hívom ezt hiány célnak, mert hogy igazából valamit próbálunk pótolni, amit kivetítünk egy tárgyra, egy eseményre, egy élményre, bármire, de hogy minden eseménynek, élménynek, bárminek is a végeredménye, az valamilyen érzelmi megtapasztalás, egy érzelemnek a megélése. Ugye erről szól a teremtés tulajdonképpen, hogyha azt az érzelmi megélést én meg tudom valósítani a jelenembe, akkor tulajdonképpen, és elveszem tőle belőle az elvárás, hogy ennek hogyan is kéne sikerülni, nem az érzelmi megélésnek, tehát én megélem azt az érzelmi megélést, és megvan közben az a szándékom, hogy hova szeretnék eljutni, de nem mondom meg, hogy hogyan. Hanem csak jön az érzelem, megélem, jelen vagyok benne, és a célomat is tisztán látom, hogy mi lesz az én célom, mi az én álmom, akkor el fogok oda jutni, de ott is még mindig hiány célról beszélünk, mert tulajdonképpen mindegyiknek az a kulcs, hogy igazából azt a belső egységet szeretnénk megtapasztalni, és ezek a tárgyak, ezek igazából arra visznek minket, hogy ezt a belső egységet megtapasztaljuk, csak valami általunk kivetített dolgon keresztül, és ezzel az a legnagyobb probléma, hogy amikor megszerzünk valamit, elérünk egy célt, akkor az egy ideig, óráig kitölti ezt az ürességet, amit valahol érzünk magunkban, és aztán egy idő után újra éhezni fogunk valami újra, és újra vágyni fogunk valami újra, újra elkezdünk célokat kitűzni, hogy megint valamit az életünkbe vonzunk, hogy aztán kitöltse megint egy ideig, óráig azt a hiányállapotot, amiben vagyunk. És
hogyha képesek vagyunk felfedezni, hogy mi az a hiányállapot, mi az, ami az életünkből hiányzik, akkor nem tárgyak meg célok mentén fogjuk ezt vezérelni, hanem egyszerűen elkezdjük ezt megtapasztalni az életünkben, vagy akár azt is, hogy már most is jelen van benne, és nem a külső környezetünk által, mert ugye egyrészt megélhetjük azt, hogy a külső környezetünk által is jelen van, de hogy itt belül jelen van, és hogy itt belül meg tudjuk ezt tapasztalni, és hogyha erre képesek vagyunk, hogy ezt belül megtapasztaljuk, akkor onnantól kezdve ugye megint mi lesz a valóságunk? Akkor az lesz a valóságunk, tehát akkor már nem ebből a szintből fogunk teremteni, hanem akkor abból a szintből fogunk teremteni, hanem az a valóságunk. És azon a szinten, ahol egységben tudunk lenni tulajdonképpen önmagunkkal, meg a világgal, meg mindennel, ott képesek leszünk már egy teljesen más léptékben teremteni, hogy úgy mondjam, elállunk az útjából a teremtésnek, és csak egyszerűen áramlani fognak a dolgok. Tehát a mondandómnak a lényege az, hogy a hiány célokat, hogyha kicsit tudatosabbak vagyunk, akkor rá tudunk nézni, hogy mi az a vágy, mi az a cél, amit el akarunk érni, és feltenni a kérdést, hogy mi van mögötte, miről szól ez a cél, miért akarom én ezt elérni, mit fog ez nekem adni, milyen érzelmeket fogok általa megélni, mit fogok ebbe megtapasztalni, és hogyha ezt képes vagyok megtapasztalni a jelen pillanatban, az azt jelenti, hogy már most is birtokolom ezt az egészet, és innentől kezdve képes leszek ezt manifesztálni, hiszen hogyha én ezt a szándékot, meg ezt az érzelmet összekapcsolva tudom működtetni, akkor ez a valóság, ez meg fog jelenni bennem, és azáltal, hogy megjelenik bennem ez a valóság, onnantól kezdve fog kívül is megjelenni visszacsatolások által, mert egyszerűen azok a jelek, azok az ingerek, azok a lehetőségek fognak bejönni, amik lehet, hogy most is ott vannak az életünkben, csak mivel, hogy nem úgy vagyunk húzalozva, mert hogy a régiénből működünk, a hiányállapotból működünk, és abból, hogy miért nincsenek ezek most az életünkben, ezért egyszerűen észre se vesszük őket. Szóval fontos ránéznünk arra, hogy miről szól a célunk, mi az, ami mögötte van, mi az az üzenet, mi az az érzés, amit keresünk, hogy ez micsoda bennünk, és az is fontos szerintem, hogyha ezt már felismerjük, akkor nézzük meg, hogy erre tényleg szükségünk van-e. Mert nagyon sokszor célok, meg vágyak olyan dolgokat elégítenének ki, amik igazából, amikre nincs is szükségünk, csak valamilyen elvárás, társadalmi norma, bármilyen hozott múltbeli dolog, de hogy igazából közelebb visz-e minket önmagunkhoz az a cél, ez a nagy kérdés. Tehát, hogy én a célom által, az álmaim által, a vágyaim által közelebb kerülök-e ahhoz a valakihez, akinek születtem, aki a létezésem alapja, a létezésem magja, hogy én közelebb tudok-e kerülni ahhoz a belső magamhoz, az a belső istenséghez, aki él, létezik bennem, körülöttem, mindenhol itt az időn és téren függetlenül. És hogyha igen, hogyha ez közelebb visz hozzá, akkor ez egy jó út. Ha nem visz közelebb hozzá, hanem csak eltávolít tőle, attól, aki vagyok, attól, akivé válni vágyom legbelül, akkor meg el kell gondolkoznunk rajta, hogy miért viszel más irányokba, hogy mik azok a tévutak. És itt ezt most nem ilyen vallási, meg hitrendszerbeli tévutakra, meg utakra akarom vinni, mert én abban hiszek, hogy mindenkinek a saját egyéni útja van ebben, hogy megtapasztalja önmagát, és azt az önmagát, ami tényleg az a belső istenség, ami belül létezik, meg ami kívül létezik, tehát ami összekapcsol mindent, ezt az egységet. És igazából, hogyha célok ettől elvisznek minket, akkor csak ilyen plusz kerülő utakra megyünk, és persze mondhatjuk azt, hogy ezt is meg kell, hogy tapasztalják emberek, és belekerül 25-ször ugyanabba a helyzetbe, belekerül 10-szer ugyanabba a párkapcsolatba, más a neve, más hogy néz ki, nem tudom, de a játszma ugyanaz, a történet ugyanaz, és hogy megyünk újra és újra ebbe bele, és igazából nem ez a baj ezzel, hanem ami a nagyobb baj vagy nem baj, az, hogy az időnket nem tudjuk már elcserélni semmire. Az idő múlik, az idő megy, és hogyha az időnk elmúlik, akkor ne az lenni, hogy úgy nézünk vissza az életünkre, az utolsó pillanatunkban, hogy mindig így üldöztünk valamit, kergettünk valamit, és közben meg észre se vettük, hogy mi minden van jelen az életünkben, és észre se vettük azt a sok csodát, ami most is körbevesz minket, és biztosra veszem, hogyha áthuzalozzuk kicsit a gondolkodásunkat, és nem problémafókuszúak vagyunk, meg nem hiányban gondolkozunk, hogy éppen mi nincsen az életünkben, akkor nagyon sok csodát fedezhetünk fel, nagyon sok ajándékot, kincset, amit magunktól hoztunk létre, vagy az élet adott meg nekünk, vagy egyszerűen tényleg a személyiségünk ezt rezegte össze. Tehát, hogy
Azt szerintem fontos, hogy hálásak legyünk a jelen pillanatért, és ez egy jó kiinduló pont lehet ahhoz, hogy megértsük, hogy mire vágyunk igazán, és mire is van szükségünk igazán. Ennyit szerettem volna megosztani veletek a mai Instant Podcastben. Remélem, hogy értékes volt és hasznos volt. Köszönöm szépen, hogy ma velem tartottatok. Ennyi volt már az Érzelemsúlynak az Instant Podcastje. Legyen csodálatos hétvégétek, legyen csodálatos napotok, és kívánom nektek, hogy megtaláljátok a helyeteket a világban, de elsősorban önmagatokban. És kövessetek léci az Érzelemsúly YouTube csatornáján, iratkozzatok fel, tudtok követni ugye a Google Podcaston, Apple Podcaston, meg a Spotify-on is tudtok hallgatni minket, és találkozunk jövő héten. Sziasztok!